Paksváros önkormányzata nevében szeretnék nagyon sok boldog születésnapot kívánni. Köszönöm szépen. Jó, 90. születésnapja alkalmából fogadja nagyon sok szeretettel. Szabó Péter, Paks polgármestere és dr. Hanol János, a polgármesteri hivatal kommunikációs csoportvezetője köszöntötte 90. születésnapján Villányi Józsefnét. Paksváros önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordít az idősekre, különféle juttatásokkal, számukra szervezett rendezvényekkel és a születésnapi köszöntésekkel. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, nagyon szép hagyomány, hogy megköszöntjük a 90 éveseket és az a fölöttieket 5 évente, hiszen nagyon sokat köszönhetünk nekik, az ő munkájuknak, az egész életükben, amit nyújtottak nekünk, mondhatnám gyermekeiknek, unokáiknak és az utánuk következő generációknak, azt mindenféleképpen meg kell hálálni. Villányi Józsefné Fink Katalin 1933. október 31-én látta meg a napvilágot tőzsgyekeres paksi sváb családban. Korán dolgozni kezdett, 19 évesen férjhez ment, nyugdíjba a 3-as számú iskolából vonult, ahol napköziski segítőként tevékenykedett. 2 gyermeke, 3 unokája és 7 dédunokája született. Legszebb emlékei is hozzájuk kötődnek. Mikor az unokákat nyüzsögte körülöttem, 3 volt, nem volt sok, de nagyon szerettem őket, mai napig is szeretem őket. Ezzel munka után szaladtam értük az óvodába, bölcsödébe, iskolába, ahova pont kellett, mert van pár év különbség az első meg a harmadik között. Aztán így elmúltak a napok. Kati néni jó fizikai és szellemi egészségnek örvend, ellátja a háztartás teendőit, nyomon követi a nagyvilág és a helyi közélet eseményeit, tévét néz, szereti a vallásos témájú műsorokat, gyakran imádkozik, mint mondja, mindenkiért. Először is a megholtjaimért, a családokért, családjaimért, a békéért, Magyarországért és az egyházért. Villányi Józsefné születésnapját a Halászcsártában családja körében ünnepelte. A köszöntők között volt Sebestyén Molnár Árpád, egykori paksi káplán is, akivel Kati néni régóta jó viszonyt ápol. Villányi Józsefné szerint a szeretet, a békesség, a türelem és a hit a hosszú élet titka.